Tisztelettel köszöntöm Tuza Gábor polgármester urat, Csirok első ember, illetve Rózsa Tivadart, a Recsk környéki junior tornaklub elnökét, edzőjét, mindenesét. Sirokban vagyunk, a házigazdáinkat mutattam be az imént. Tivadar lépett egyet, Recskről eljött Sirokba. Miatta az indítatást mi volt a motiváció? Recsken 2002-ben alakítottuk meg Kovács Ferenccel a Recs környéki junior tornaklubot, azzal a céllal lett megalakítva, hogy mindent megtegyünk a gyerekek sportolásáért, minden tárgyi eszközt biztosítsunk arra, hogy tudjanak versenyezni, folyamatosan tudjanak fejlődni, és persze, aki kimagasló, elkerüljön magasabb osztályba. Ez hál' Istennek sikerült is, sok jó eredményt értünk el, sok jó játékosunk kikerekedett ebből a kis társaságból, sok csapat kapott a környéken játékos tőlünk, viszont idáig minden egyes ciklusba megkaptuk a támogatást. Most a Recski pálya ki lett adva bérbe, és nem megfelelők a körülmények, és ebbe a körülményekben én a gyerekeket nem akarom elvinni. Viszont olyan dolog is alakult ki, hogy bérleti díjat kellett volna fizetnünk a pályáért, amit én nem tartottam jogosnak. Ezért megkerestem Sirok polgármester urat és a Siroki képviselőtestületet. Tuza Gábor polgármester úr első szóra tárkarokkal várt minket. Én úgy gondolom, most is ki lehet menni a pálya környezetét, meg lehet nézni, itt az öltözőt meg lehet nézni, pedig 10-15 éve nem volt itt futball, gyönyörű minden. Itt öröm focizni, öröm sportolni. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy eljöttünk ide. Tuza Gábor, kérdezem arról, hogy mennyire volt meglepő ez a megkeresés, hiszen itt 2007 óta nincs működő sportegyesület, a pályát versenyszerűen nem használják, vagy versenyzésre nem használják, most viszont adódott egy lehetőség arra, hogy belépesüljön a sporttelep. Én ennek nagyon örülök, hát hogy meglepő volt, vagy sem, hát váratlan volt, nem volt előre, hogy nekem semmilyen információm erről a dologról. Folyamatosan benne volt az önkormányzatnak, nekem is a fejemben, hogyha lenne egy olyan csapat, már úgy érte csapatot, aki a itt levő futball életet újraél, vagy a itt korábban lévő futball életet újra éleszteni, ugye örülne nekem, ugye többször hallottam azt, hogy Heves megy egyik legszebb pályája volt. Én úgy gondolom, hogy a környezete, meg most annak ellenére, hogy ténylegesen 15-16 éve versenyszerű sportolás nem a folyta pályán, azért mindig megpróbáltuk úgy gondozni, hogy most is nagyon szép maga a környezet is, meg véleményem szerint a pálya is. Az öltözőre lehetne fordítani, hogy sokkal jobb legyen is, hogy mondjam, otthonosabb legyen, de én úgy gondolom, hogy talán még most is alkalmas arra, hogy itt akár versenyszerű sport is folyjon. Én egyébként örülök nekem, hogy az önkormányzat is, az első szóra, amikor Tivadar megkeresett, én mondtam, hogy megkérdezem az önkormányzatot, de én akkor, hogy akkor mondtam, hogy 99%-ig az önkormányzat hozzá fog járulni. Sirokba ugye fellendül a sportélet. Legutóbb, amikor beszéltünk Tivadarral, akkor Verpeléten találkoztunk. Ez azt jelenti, hogy Verpelétről is eljönnek a fiatalok, vagy a verpeléti csoport megmarad? Verpeléten ugyanúgy megmarad a sport, viszont akik idáig Recsken edzettek és versenyeztek, ők fognak átjönni ide Sirokba. Ez jelent körülbelül ilyen 40-45 főt, és ez folyamatosan bővül. Verpeléten is megvan ugyanez a 40-45 fő, és ott is már Vécsről és Kislánáról is jelentkeztek játékosok. Viszont ez a kettő székhely és telephely, ez úgy nézve egy, mert a Recs környéki junior tornaklub csak külön edzenek. Viszont van, aki Verpelétről átjön edzésre, most már ide a Sirokba, meg olyan is van, aki Recskről lejárt Verpelétre. Ez a kapcsolat, ami most kezdődött a siroki önkormányzattal, ez lehet esetleg annak az alapja, hogy később szorosabb együttműködés lesz az önkormányzattal? Én mindenféleképpen szeretném, hogy szorosabb legyen. Először is már csak azért, hogy ilyen környezetben a gyerekek futballozhassanak. Én nagyon sok mérkőzést játszottam itt, és itt mindig nagyon jó szurkolók voltak, meg rettentő jó meccseket játszottunk a sirokiakkal. Még erről egy videóm is van, megvertük a sirokat 5-2-re, nagyon szép emlék, de mondom, ez egy gyönyörű környezet, ahol a gyerekek is megérdemlik, hogy ilyen helyen játszassanak. Tuza Gáborhoz fordulok azzal a kérdéssel, hogy amit Tivadar mondott, jobbára ugye recski fiatalokról van szó, illetve a környékből érkezőkre. Kaphat esetleg a Sirok települése, a fiatalok olyan lendületet ezáltal, hogy ide költözik a klub, hogy talán a
helyi fiatalok is kedvet kapnak a sporthoz, a mozgáshoz, a futballhoz? Hát ez szerencsés lenne, ugye nagyon sok helyen hallja az ember, meg megtapasztaljuk is, hogy az internet, meg a videó, meg a különböző közösségi oldalok világában a gyerekek szintelese jönnek a sporttelepre, ki sem mennek az udvarra, nem fociznak, nem, jó, sajnos hó sincs, tehát nem szánkóznak télen, nem kerékpároznak. Nagyon jó lenne egyébként az, hogyha ez megváltozna, és tényleg a siroki gyerekek is jönnének, siroki fiatalok is jönnének. Ugye Tivadarral az előtt beszélgettünk, hogy ő szeretne ovis programot is csinálni. Tehát, hogyha egész fiatal korba el van kezdve ez, akkor én úgy gondolom, hogy hozza a gyereket, mert az a gyerek, az a fiatal, aki gyerekkorában, egész fiatal korában megérzi a mozgásnak az örömét, megérzi esetleg annak a sportnak a sikerét, tehát sikerélmények vannak, akkor én úgy gondolom, hogy ez tovább húzza is idősebb korában is sporttal. Mindenféleképpen nagyon szerencsés lenne, és hogy mondta Tivadar az előbb, hogy szeretne az önkormányzattal egy szorosabb kapcsolatot kialakítani. Mi is szeretnénk, hogyha ez lenne. Tehát mindig is úgy volt, ahol egy kicsit lehet, hogy rossz hasonlat, de mindig is úgy volt, hogy a sportpálya olyan értelemben tüske volt a köröm alatt, hogy szerettünk volna vele valamit csinálni. Csak sajnos nem voltak azok az idős emberek, akik imádták, szerették a sportot, azok az emberek, azok nagyon idősek lettek. Már nem volt ide, nem volt erejük inkább ahhoz, hogy ezt végezik, mert azért szerintem Tivadar sokkal jobban tudja, mint én. Ezzel azért rengeteg munka van, és nagyon sok áldozatot kell hozni, időt, energiát, erőt, esetenként anyagi áldozatokat is, ez nem egyszerű dolog. De én úgy gondolom, hogy az önkormányzat partner lesz ebben. Sirokban van egy sportcsarnok is. Korábban arról volt híres, hogy idejöttek csapatok, edzőtáboroztak, kihasználták ezt a lehetőséget. Azzal most mi a helyzet? Hát a sportcsarnok az egy nagy kérdés. Abszolút kihasználatlanul van, hogy így fejezem ki magam, az általános iskolások járnak oda. Most ez a hihetetlen energia, énség és illetve dráguló időszakban most én elejét zártuk. Olyan fényt látok az alapút végén, hogy nyertünk egy pályázatot, egy ilyen megújuló energia, tehát magyarul fajjal gázosító kazánok be vannak már szerelve, tehát ez üzemelne. Ez a rendszer, ez az általános iskolát, a sportcsarnokat, illetve a községházát látná el energiával, illetve fűtéssel. Mind a három helyre nyertünk napelemes rendszert is, tehát tulajdonképpen a napelemekkel ellátnánk, megtermelnénk azt a szükséges energiát, ami ehhez az üzemeléshez, üzemeltetéshez szükséges, és így reménykedünk abba, hogy sokkal olcsóbbá tudjuk tenni az esetleges fűtést. Folyamatosan pályázunk rá, de körülbelül 4 évvel ezelőtt volt, amikor utoljára pályáztunk, amikor lehetőség volt ilyenre pályázni, és akkor a becsült költségvetés egy olyan 600-650 millió forint volt. Tehát ez akkora összeg, hogy ezt nem is tudom, hogy lehet előteremteni, csak egy nagyon jó szándékkal és nagyon, most így jelent ki magam, nagyon nagy hátszérrel. De jó lenne, hiszen ott van. Tényleg európai, tehát a kézilabda az megfelelő méretű pályával. Fáj embernek a szíve, hogy nincs kihasználva. Amennyibe lehetőség van, vagy lehetőség lenne, gondolom akkor a Recs környéki junior tornaklub is használhatná ezeket vagy ezt a létesítményt. Nyáron ugye itt a Vasas sporttelepet, télen pedig a sportcsarnokot. A kettő együtt kiváló lehetne, vagy lenne. Hogy látod ezt, Tibi? Ez borzasztó nagy lehetőség lenne, mert az igazság, idáig télen Recsken edzettünk a terembe, ami azt jelenti, hogy 5 gyerek, ha már fölment a pályára, akkor tele volt a pálya. Viszont ez a siroki csarnok, ez borzasztóan alkalmas arra hihetetlenül, hogy a gyerekek télen is tudjanak edzeni, tornákat tudnák rendezni, és folyamatosan fejlődnének, a gyerekek magától értetődik. Mondjuk ebből a szempontból hál' Istennek szerencsék is van, mert Verperiten nyertünk egy kis műfűves pályát a TAU pályázataim belül, és ezt júliustól kell megvalósítanunk. Egy 40x20-as pálya, valamennyit az is fog segíteni, csak az a baj, hogy innen is a szülőknek ilyenkor kell belépni, és mint most is látszik, hogy itt van 10-15 szülő, hozza a gyereket, és akkor edzünk ott folyamatosan. De viszont ez a terem, ez nagyon jó lenne, mert nincs más lehetőségünk. Tovább folytatva a sort, a siroki sort, tavaly volt egy Fighters Run nevű rendezvény,
idén nem láttam, hogy ezzel kapcsolatos beharangozó jelent volna meg. Csak egy egyedi alkalom volt, vagy esetleg később lesz folytatás, Tuza Gábor? Nagyon örültem neki, és mondom, hogy az viszont nagyon nagy meglepetés volt, mert én úgy gondoltam, hogy ide jön majd, bár bocsánat a kifejezés, és jó értelemben vett őrült ember, aki rohangálni fog itt a környéken, és erre megjelent kb. 800 versenyző, hozzá, hogy tartozott kb. 1200-1500 kísérő, és hogy a kútra, hogy berendezték erre a, nem tudom, voltál nekint, berendezték erre a versenyre, ami csoda volt. És én nagyon reménykedtem benne, hogy az idén is el fognak jönni, és amikor nagyon köszönték a rendezőt, nagyon jól érezték magukat. Csodálatos a pálya, nagyon jó a környezet, nagyon jó terepet tudtak kijelölni. És akkor mondtam, hogy akkor jövőre, hogy nem polgármester, hogy jövőre nem jövünk, mert azt tapasztaljuk, hogyha ugyan, tehát egymást követő években ugyan arra a helyszínre viszik vissza az embereket, vagy hirdetik meg a versenyt, akkor sokkal kevesebb a jelentkező, mint hogyha kihagynak egy-egy évet. Jövőre viszont már meg van beszélve, tehát a 24-ben jönnek ide, ugyanúgy június 16-tól 18-áig lesznek itt, úgyhogy egy időpont is megvan, önkormányzat is rámondta a vámen. Ennek is nagyon örülök, mert egy csoda sport, én kimentem megnézni, hogy sportolnak, és amit adok az emberek, elkövetnek ott, nők, férfiak, olyan mozgáskorlátozottak, hogy fél láb, ugye balesetben elveszítette az egyik lábad, és mankóval végigmenni ebben a pályán. Hát kérem, igencsak oda lehetne tenni példaképnek nagyon sok emberre, sokunk elé, bocsánat, én is magam, és ott jövőtetem. Úgyhogy lesz. Végül egy személyes szál, egy személyes kérdés. Polgármester úrnak a lánya kézilabdázó, kézilabdázott, és most is a sportvilágában mozog, mit lehet róla tudni? Hát ő hatodikos korában kezdte el a kézilabdát, volt Verpeléten, utána Egerbe, utána átkerült Salgótarjánba, most Budakalászon játszik NB1B-be. Nagyon nagy szerelme neki a kézilabda, bár most úgy nézem, de hát azt tapasztaljuk, hogy átpártol a futballot, nem mint futballista, hanem mint sporttudományos munkatárs, ugyanis mikor ő a testnevelési főiskolára jelentkezett, de pontosan amikor felvételi volt, akkor volt neki egy térszalag szakadása, tehát nem tudta teljesíteni ezeket a dolgokat, tehát tulajdonképpen nem is jelentkezett, csak oda feledett volna, viszont ugyanott a Semmelweis-en, mert a körülötte volt vonva, ment a humán kinezológiai szak, ő arra jelentkezett el is végezte, ez ugye a test tudománnyal foglalkozik tulajdonképpen, azt végezte el, és azon ment tovább. De mikor ugye meggyógyult, akkor elkezdett kézilabdát, folytatta a kézilabdát. Most viszont ezt a sporttudományosi tudását, gyakorlatát egy cégen keresztül a Újpestnél kamatlóztatja. Ő végzi ott a sportolóknak mind a meccseken, mind pedig a edzéseken a mérését és különböző megfigyelését, és nem is tudom nagyon elmondani, megmondom őszintén, de nagyon sokat dolgozik, mindemellett mondom, ugye kézilabdálik, illetve a nagy szerelme az egyébként a strand kézilabda, és két évvel ezelőtt, én azt hiszem, hogy Európa bajnoki ötödikek lettek, úgyhogy hogy folytatjon. Annak ellenére, hogy már 37 éves, egész egyszerűen olyan elhivatottsággal fordul a sport felé, amit biztos, hogy nem tőlem örökölben, én nem voltam ilyen sportmeli, nem voltam sportoló, de hihetetlen sokat dolgozik ebben, és nagyon örülök neki. Hát van egy olyan nagy rejtett álmom, hogyha egyszer talán most sikerül neki hazajönni sülökbe, akkor itt esetleg kamatoztatná a tudását. Záró kérdés Rúzsa Tivadarhoz. Említetted, hogy augusztus 20-án lesz egy torna, illetve hát Zajdiken, ez már korábban is volt, most ugye Sirok lesz a házigazda, mit lehet erről tudni? Megrendezzük újra augusztus 20-ai tornánkat, már harmadik alkalommal, ez a Mantalkusai emléktorna Sárosi Istvánnak, viszont a gyerekeknek egy jó lehetőség, hogy más csapatok is megmérhetessék magukat. Itt jelen lesz a Recski csapat, a Verpeléti csapat, Poroszló és Budapestről egy BNC nevezetű csapat. Ők szeptemberben fognak minket hívni, viszont annyiba fog változni ez a dolog, hogy itt a siroki régi öreg
játékosokból is szeretnék egy csapatot összehozni, nálunk a szülőkkel játszanának egy mérkőzést. Utána ugyanúgy, mint idáig leülnénk együtt, beszélgetnénk egy kicsit, mert úgy gondolom a családokat így lehet összehozni ilyen rendezvényekkel, ami megismerteti egyik családot a másikkal. Lesz egy kis téma, viszont a fő téma remélem most is a futball lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Mi köszönjük.